Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás március 30-án. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei, ezt most megtekintjük ennél a jóslásnál. A 10-es szám itt utalhat egy új kezdetre, mert az szimbolizálja azt, amikor egy új periódus kezdődik az életünkben, tehát egy hosszabb időszak. De jelen pillanatban neki sok mindent kell cipelnie, vagy sok a munkája, vagy nehéz a sorsa. Itt az lenne a fontos, hogy áttegye magát ezeken a nehézségeken, vagy ha arról van szó, hogy sok a munkája, vagy mindenkinek segít és kihasználják őt, hogy akkor nemet mondjon, gondoljon magára is, meg arra, hogy szüksége van pihenésre. És most megtekintjük azt, hogy milyen az ő érzelmi világa. A kelyhek szimbolizálják az érzelmeket, és itt tényleg mély érzelmekről van szó, holott a 9-es szám utal korlátozásokra, vagy nem tudja kimutatni az érzelmeit, vagy vannak itt még bizonytalanságok és félelmek, amin át kell tennie magát, hogy ez a 10-es szám uralkodjon, ami egy új kezdetre utal. És most megtekintjük azt, hogy mit közöl veled. Itt van egy aranyút, egy középút. És nem csak ez az út fontos, hogy ebbe az irányba tekintsetek, hanem ennek az arany érmének is van jelentősége. Természetesen utal anyagiakra, meg a munkahelyre, de az értékekre is. És amit ő közöl, hogy te értékes vagy számára. És most megtekintjük a napi kártyát. Ennek a toronynak több jelentése is van. Amikor érzelmekről van szó, akkor ez a torony utal szorongásokra, bizonytalanságokra, félelmekre, amikor így fogva érezzük magunkat. A torony jelenthet korlátozásokat is, mint például emiatt a koronavírus miatt nem tudunk úgy mozogni, ahogyan szeretnénk. Amit még ez a torony jelenthet, ezek hivatalos dolgok, vagy egy bírósági ügy. Ezek most a témák, amik úgy foglalkoztatnak bennünket. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom, egy általános jóslás. De megvan arra lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást, természetesen álnéven. A díjam 3500 forint, asztrológiával kiegészítve 8500. A héten van egy heti kedvezmény, mégpedig egy mediális üzenet számodra. Ezt én úgy kapom és közlöm veled. Ehhez az akcióhoz tartozik még egy szerelmi szertartás, ez is személyes, és közlöm veled akkor, hogy melyik napon van a szertartás, és mit kell tenned ehhez. Hogy ezt kiszámítsam, hogy melyik időpont kedvező, ehhez kérném a születési adatokat. A tiédet, ha tudjátok, akkor az övét is, és akkor így kiszámolom, hogy melyik időpont kedvező ehhez a szertartáshoz. Ez az akció ezen a héten 4250 forintba kerül. Amit még mondanék,
ezek az égi kapuknak a nyílása, amikor van egy ilyen finom energiamező, amit a plejádoktól kapunk. Most 10 napig tart ez, március 30-án kezdődik, és eltart április 8-áig. Hogy melyik napon mi a központi téma, erről beszámolok a Facebook oldalamon, ahol naponta olvashatjátok ezt a Maja naptárból. Mert ezek a napok, ennek a kiszámítása az a Maja naptárból van. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!